Multidrón. Ezt a nevet adták vállalkozásoknak a Kadaelek közgazdasági középiskola diákjai, akik a drónokban rejlő lehetőségeket vizsgálták az ötletből jövő elnevezésű üzleti csapatverseny során. A fiatalok elképzelésének gyakorlati haszna is lehet, ugyanis módszerük segíthet a fagykár elleni védekezésben. A diákoknak több mint 2 hónapjuk volt arra, hogy kidolgozzák üzleti tervüket. A Bányai Júlia gimnázium csapata például azt kutatta, hogyan lehet virtuális valósággal küzdeni a fóbiák ellen. A virtuális valóság szemüveggel képesek vagyunk arra, hogy szimuláljuk a betegnek a valamilyen fóbiáját, és kontrolláltan úgy, hogy tudja, hogy nem lesz gond, viszont élethű az élmény. A versenyt tavaly ősszel indította útjára az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. A szervezők célja az volt, hogy népszerűsítsék a vállalkozói létet a kecskeméti fiatalok körében. 16 csapat jelentkezett a megmérettetésre, közülük azonban csak 5-en jutottak be a május 16-ai döntőbe. A piacot is felmértük, hogy mi a piac kínálata tekintetben, de ilyen versenyt nem találtunk. Tehát ami kimondottan ennek a vállalkozásá, válás folyamatát támogatja. És tulajdonképpen ezt követően került sor arra, hogy partnereket keressünk, hogy az ötlet megvalósítható legyen. A Pallas Athéni Domus Mentis Alapítvány és az önkormányzat azonnal a kezdeményezés mellé állt. Gály József alpolgármester arról beszélt, Kecskeméten minden feltétel adott ahhoz, hogy egy újonnan induló vállalkozás sikeresen működjön. Hozzájárul ehhez a város pezsgő és nagyon dinamikusan fejlődő gazdasági élete. Tehát ha ezt az 5 döntőbe jutott csapatot tudjuk segíteni ahhoz, hogy sikeres vállalkozást indítsanak Kecskeméten, és majd pár év múlva ők fognak adót fizetni, embereket foglalkoztatni, akkor már is beljebb vagyunk. Az eredmény hirdetésre délután került sor. A dobogó 3. fokára a református gimnázium, míg a 2. a Bányai Júlia gimnázium csapata állhatott. Az 1. helyezett a Gróf Károly Sándor szakgimnázium lánycsapata lett, akik egy olyan telefonos applikációt találtak ki, ami megkönnyíti a virágok gondozását. A nyerteseknek Szemereiné Pataki Klaudia polgármester adta át a főnyereményt, az 1 millió forintot, amelynek segítségével akár meg is valósíthatják ötletüket. A versenyt jövőre is megrendezik.